Tapsvihar az egyik szekszárdi utcában. A sötét miatt az embereket alig látni, a kezeik hangja viszont visszhangzik. Egyre többen csatlakoznak ahhoz a kezdeményezéshez, aminek a lényege, hogy az emberek esténként az ablakaikból és az erkélyeiken tapssal biztatják a koronavírus elleni harc frontvonalában dolgozó orvosokat, ápolókat és mentősöket. Ezt a szekszárdi videót ugyanúgy, mint az előzőt, a Facebookra töltötték fel. Az ország valamennyi részéről minden este egyre több hasonló képsor kerül fel a közösségi média felületekre. Ezeket a képsorokat pedig stábunk vette fel. Itt is jól hallatszik, hogy a panelházak között hangosan szólnak a tapsok este 8 órakor Szekszárdon. Ez a videó pedig a szekszárdi mentőállomáson készült. Egy vonulós kocsi szirénáját szólaltatták meg és villantottak vele az ott dolgozók a biztatásokért köszönésképpen. Még azt is hallani, ahogy néhányan örömújongással válaszolnak. Az egészségügyi dolgozókért nem csak Magyarországon tapsolnak minden este, a gesztus olyan országokból indult, ahol a koronavírus korábban jelent meg, és rengeteg ember életet követelt már, így Magyarország mellett Olasz és Spanyolországban is minden este így mondanak köszönetet az egészségügyi dolgozóknak az ott élők.